aztán a kókusz golyó, és 2 puncs, jó? Tínyertes fagyival készül a római fagylalt Európa bajnokságra a Hévízi Rózsakert fiatal cukrásza. Az általa megálmodott fagylalt egy enyhén sós finomság kesudió alappal, datoja szilva lekvárral és egy különleges rózsaszínű rubi csokoládéval. Pálffy Attila cukrász már 16 éves kora óta foglalkozik a fagylalt készítéssel, családi vállalkozásban tanulta meg a szakma fortéjait, és március óta a Hévízi Rózsakert csapatát erősíti. A Gelato Festival Challenge budapesti fordulóján a 30 év alatti kategóriában aratott sikert április elején, ezáltal jutatott ki a római EB-re. 3 napos fesztivál lesz, bár a közönségnek ez 2 nap lesz most a hétvégén, szombaton és vasárnap. A helyszínen kell nekünk vinnünk alapanyagot. Az alapanyagnak a nagyobbik részét nekünk kell odavinnünk, mert igazából ettől az, ami a mi fagyink, hiába biztosítanák egy másikat, a mi fagyink az ott is a mi fagyink lesz, így ez pontosan olyan lesz, mintha itt készülne, ez nagyon fontos, és hát így autóval fogunk menni, mert nagyon sok alapanyagot kell vinnünk, így egy pár napot ott kell töltenünk, és a nagy közönség pedig Rómában egy parkban láthatja meg ezt a fesztivált, látogathatja, ott majd lehet venni egy belépőt, és utána ingyen lesz a fagyikóstolás, 16-an leszünk Európából, mind 30 év alattiak. További tervei között szerepel a május elejei Balatonfagyia verseny, valamint Budapesten egy jótékonysági versenyen való részvétel, melynek fő célja egy szívkórház támogatása, illetve a május végi országos versenyen is megméretteti magát. Minden versenyre más-más fagylalttal készül, ötletek már vannak, de egyelőre a római verseny minden idejét elveszi, tudtuk meg Pálffy Attilától. A Hévízi Rózsakertben is nagyon népszerűek a dínyertes fagylaltok, azon kívül a pisztácia és a vajkaramella is a kedvenc nyalánkságok közé tartozik.